Szeptember 18-án vasárnap Veszprém belvárosában, illetve zöldövezeti részében a Gulyadombon gyűlt össze a hazai hegyi kerékpározás krémje komoly nemzetközi részvétellel. A McDonald's Bringamania magyar nagydíj programjai közt több korosztály futamára került sor. A Gulyadombon reggel a helybéli iskolások, majd az utánpótlás korúak és a masterek is kerékpára ültek. A pálya a Gulyadombon, a Verga RT erdős területén, az állatkert ösvényein, a Sét patak partján és a nemrég Európai Uniós forrásból felújított Veszprém völgyi parkon keresztül vezetett. A tucatnyi korosztályban indított futamok végén a legkisebbeknek a McDonald's képviseletében Cselényi Szandra adta át a díjakat. A Vuelta sportiroda által szervezett olimpiai cross verseny érdekessége volt, hogy az elit futam mind a 6 körben keresztül haladt Veszprém óváros részén, a szurkolók legnagyobb örömére. A szokatlanul gyors pályával, sok aszfalttal, macskakővel egy országúti jellegű, világszínvonalú mountain bike versenyt sikerült a szervezőknek létrehoznia, ahol a versenyzőknél a csapatmunka is fontos volt. A Nemzetközi Szövetség naptárában is szereplő C2-es veszprémi viadalon végül 11 hazai versenyzőnek sikerült az olimpiai kvalifikáció szempontjából fontos világranglista pontot gyűjteni. Az elitek közt Parti András második és Benkó Barbara harmadik helye jelentette a legjobb magyar helyezést. Az elit kategória díjait Veszprém megyei jogú város polgármestere Porga Gyula adta át az Óváros téren. Taktika volt az egész gyakorlatilag, elég olyan volt a pálya, hogy lehetett taktikázni, nem volt olyan igazán radikális, hosszú emelkedő, illetve egy olyan emelkedő volt benne, ahol el lehetett volna lépni, csak utána túl sok sík rész volt, és hogyha ott fölfelé sikerült is egy kis hézagot kiharcolnom, általában a sík részeken, hogyha kicsit összedolgozott egy-két verseny, egyből fölértek, tehát nehéz volt, hát a végén pedig taktikailag ki lettem játszva. Átszúrta egy tüske a kerekemet, utána felütöttem a lépcsős résznél. Hogy kereket kellett cserélnem. Először pumpálni az első technikai zónánál, utána pedig cseréltünk itt a fönti technikai zónánál hátsó kereket. Úgyhogy visszaestem a 12. helyre, és onnan sikerült azért feljönni az 5. Úgyhogy nagyot kellett mennem, hogy azért pontszerző helyen befussak. Annyira látványos volt, és egy csomó turista, akik csak véletlenül keveredtek ide, és azok is itt voltak, és szurkoltak, és iszonyú jó volt, hogy ilyen városi volt. Nekem az nagyon-nagyon tetszett. Ott a hátsó erdős részen szerintem lehet fejleszteni, hogy ne legyen benne ilyen sok sík, és szerintem itt nagyon jó pályát lehet csinálni, mert így a belvárosban rengeteg néző, szerintem nagyon hangulatos volt. Nagyon gyönyörű verseny volt, nagyon szép helyen vagyunk, mert sok éve ezelőtt álmodtam meg ezt a helyszínt egy mountain bike versenyre, és hát úgy látszik, hogy meg tudtuk csinálni a lehetetlent. Sokan annak gondolták. Azon, hogy ez egy nagyon jó út afelé, hogy a mountain bike versenyt bevigyük az emberek közé, ne csak játékot bulit, hanem tényleg lássák, hogy ilyen küzdelem van. I think the organization was really good. Maybe the course can be directed early in the morning. I really like train early in the morning before the race to recover at the afternoon. But all things was perfect, I can say, and the other organizer can learn from this organization. I wish for the next year if the race will be there, the good luck for the organizer.